Hadnagy József a kunmadarasi gyorsulási verseny kitalálója és szervezője, még kimondani is sok, imáron 20. éve. A jeles jubileumra különleges versennyel készül, erről faggattuk. Ez a 20 év tényleg egy olyan kor, egy olyan idő egy rendezvény életében, egy kunmadarasi rendezvény életében, amire szerintem büszkének kell lenni, ugyanakkor alázattal kell neki futni, és hát ez az alázat meg is van, két Európa Kupa szervezésével, több magyar bajnoksággal, dragbike bajnoksággal, dragster bajnoksággal, tehát autók országos bajnoki futama is itt lesz, a motorok is, és hát az óriási nagy dolog, én azt gondolom, hogy két Európa Kupát sikerült erre a kiváló jubileumra itt április 29 és május 1 között megszerveznünk Kunmadarasra. Összehasonlítható a két verseny, az első és ami az idén lesz? Akkor mi csak álmodoztunk, hogy talán egyszer Európa-bajnokság lesz, sőt lehet, hogy nem is tudtunk róla beszélni, mert nem is tudtuk, hogy mi folyik Európában ebben a sportágban. Most már tudjuk azt, hogy az Európa-bajnokságot hogyan lehet idehozni, sőt egy új sportágat, a stunt ridingot vagy a street freestyle-t hogyan lehet bevinni Európába, és hogyan lehet Európában először egy hivatalos Európa-bajnokságot szervezni. Hogy hívják, aki ezt a jószágot vezeti, ami számomra azonosíthatatlan? Sofőr vagy pilóta? Mi a rang? Hát mondjuk pilótának igazából, de Csolti Ádám vagyok. Én vezetem ezt a úgymond szörnyet. Erre gondoltam, igen, hogy gondolom, hogy én be sem tudnám indítani nyilván, meg vezetni sem. Hát a beindítása még talán menne, a vezetéséhez azért eléggé hozzá kell szokni. Tehát ezek hatalmas gierőket produkálnak az ember szervezetére. Tehát amikor ez teljesen üzemképes és normálisan fut, akkor 4-5G erőhatás is ér minket. Ezek a dragsterek ilyen 1 másodperc körül vannak 100 km/h sebességen, és mondjuk 4,5 másodperc alatt már 250-nel mennek. Április 29, május 1 között mindenkit sok szeretettel várunk Kunmadarason a repülőtéren.